Welcome, welcome! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra a csatornámon! Ha esetleg nem találkoztunk volna még, akkor én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk egy olyan videóhoz, amit régóta terveztem nektek, és múltkor a live-ban mondtátok, hogy szeretnétek, hogyha lenne egy ilyen, úgyhogy rögtön lecsaptam a lehetőségre, ugyanis naptejekről fogunk beszélgetni, és imádom a naptejeket. Annyira nincsen sok naptejem, viszont ami van, azt meg szeretném nektek mutatni, és előre szeretnék szólni, hogy természetes fénynél videózok, úgyhogy előfordulhat, hogy változni fog a fényerősség. Szerettem volna kipróbálni, ez egyébként a stúdiónak a nappalia, innen szoktam live-olni is, úgyhogy ismerős lehet a környezet. Ezen kívül pedig mindenképpen szerettem volna, hogyha a naptejeket természetes fényben látjátok, ugyanis nagyon sokat tud javítani bármilyen helyzeten a stúdióvilágítás, és szerettem volna, hogyha tényleg úgy látjátok ezeket a naptejeket, ahogy ti is fogjátok használni. Az arcom jelenleg így néz ki, totál no make-up, viszonylag jó helyen vagyok. Mondtam már nektek, hogy nem sokára elkezdődik egy hatalmas bőrgyógyászos utazás, kirándulás, úgyhogy ha szeretnétek, hogy arról készüljön dokumentáció, és legyen belőle egy hogy csinálunk várat típusú sorozat, akkor ezt írjátok meg a komment részlegbe, és szerintem kezdjünk is bele. Tehát 7 darab naptej van itt nálam, és egy darab másfajta fényvédő. Egy színezett naptej sajnos nincs nálam, ugyanis otthon hagytam, de arról is el fogok mondani mindent, és fel fogom nektek venni külön, hogy hogy néz ki, úgyhogy aggodalomra semmi ok. Na, hátra csapom a hajam, ugyanis nem tudok naptejet úgy feltenni, hogy útba van. Értékelni fogom ezeket a naptejeket nektek, és remélhetőleg ez alapján el tudjátok dönteni, hogy jó-e nektek, szeretnétek-e megvenni, stb. Többségében olyanokat fogok mutatni, amiket itthon is meg tudtok venni, akár drogériában, akár gyógyszertárban. Az árak nagyon változók, úgyhogy remélem, hogy azon belül is megtalálja mindenki a neki megfelelőt. És akkor lássuk is az elsőt, amit rögtön a kedvencemmel szeretnék kezdeni, jelenlegi kedvencem, La Roche-Posay Antelios 50 pluszos fényvédelem színezett naptej. És tudom, hogy le van törve a körmem, úgyhogy ne hívjátok fel rá a figyelmem, köszönöm. Tehát, mivel ez egy színezett fényvédő, van benne egy kis golyó, aminek a segítségével fel kell rázni, és igazából magát, ezt a színpigmenteket egy kicsit el kell osztatni a cuccba. 50 milliliter van benne, és itt láthatjátok az árát is. UVA, UVB védelemmel egy kifejezetten folyékony fényvédőről van szó. Mindenhova is megy. Ha megnézitek, látjátok, hogy nagyon folyékony. Körülbelül ennyit szoktam belőle feltenni. Eldolgozom a két mancsom közt. És természetesen belekenem a hajamba. Így néz ki rögtön felvitel után. Nagyon szép természetes fényt ad szerintem a bőrnek, egyáltalán nem túlzás. Egy ilyen 5 perc alatt körülbelül teljesen beszívódik a bőrbe. Nagyon jó rá sminkelni, az egyik kedvenc naptejem smink alá. Viszont nem tudom, hogy min múlik, de néha, ha úgy megy bele a szemembe, akkor csíp, nem mindig, és nagyon picit, de inkább azt mondom, hogy tud tőle könnyezni a szemem, hogyha ez így érthető. Ezt nem teljesen gondoltam át, de megmutatom nektek közelről az arcom. Így néz ki felvitel után. Nem illatmentes, viszont nem is túlságosan erős az illata. Szerintem egy olyan kellemes, lágy illat, nincsen sokáig ott, amíg felkened, addig nyilván intenzíven érzed, viszont mire teljesen beszívódik a bőrödbe, annyi idő alatt el is felejtett, hogy bármikor is volt illata. Jöhet a második, természetesen lemostom az arcomról. Eucerin Sun Protection olajkontrollal.
ő így néz ki, egy 30-as naptej. Azt írja, hogy zselés krém, tehát ez valóban azoknak lesz jó, a Tubusz szerint, akiknek határozottan zsírosabb a bőrük. Ugyanúgy UVA, UVB védelem. És hozzá kell tennem, hogy az egyik olyan naptej, amit a legkevesebbet használok, úgyhogy nyomok ki egy kicsit a kezemre, hogy felidézem a problémáimat vele, ami miatt nem ez az első választásom. Így néz ki, ahogy látjátok, tényleg nem egy sűrű, olajos, zsíros testes krém, de nem is olyan folyékony, mint ez. Nagyon picit van illata, még kevésbé, mint a másiknak. Még mielőtt ebbe az egész sztoriba belekezdek, hogy azért, mert valami nekem működik, vagy nem működik, biztosan, hogy nem lesz ugyanaz a véleménye mindenkinek róla. Lehet, hogy nekem ez a kedvencem, ti pedig azt mondjátok, hogy egyszer használtátok, de soha többet, mert a legszörnyűbb naptej az egész világon. Ez teljesen rendben van. Én elmondom, hogy nekem mi működött, és hogyha szeretnétek, kipróbáljátok, lehet, hogy nektek is kedvencetek lesz, lehet, hogy nem. Na, lássuk. Tehát, hogy amit elkezdtem mondani, tudom már, nagyon alkoholos illata van. Rettentően alkoholos illata van, ahogy elkezdett felvinni. Amikor a tubusból kinyomod, akkor nem érződik, de nagyon alkoholos. Nem sokáig, viszont az első felkenésnél, amikor először hozzáér a bőrödhöz, akkor nagyon kicsit szárazabb a bőröm, mint eddigi nyarakon bármikor. Inkább arra tudok tippelni, hogy nagyon kiszárította a bőröm, ezért nem használtam. És azt is hozzátenném, hogy lehet, hogyha most elkezdeném használni, akkor teljesen jól működne. Nőknél ez nagyon-nagyon változó. Lehet, hogy napról napra másra van szüksége a bőrötöknek, a ciklusotokból adódóan, ciklusunkból adódóan is. Azt viszont most érzem, hogy nagyon kicsit izzadok, és tudjátok, ez az a fajta naptej, amivel nem tudtok szépen izzadni, hanem így átgyöngyöztök rajta, és az egy nagyon érzés, egyáltalán nem szeretem, és most azt érzem vele. De, hogyha nagyon-nagyon zsíros bőrötök van, akkor lehet, hogy imádni fogjátok, mert teljesen száraz vele most az arcom. Ó, nem, megvan, tudom, hogy mi volt a leges-leges legnagyobb problémám vele. Látjátok? Igen, megvan. Peregle. Sminkelésnél szörnyű. És emlékszem most már, hogyha a reggeli rutinotokban egy kicsit több lépés van, tehát konkrétan nem annyi a reggeli rutinotok, hogy arcmosás, hidratáló naptej, akkor nem bírja. Azonnal jön le. Nem akarom nagyon dörzsölni az arcom, de mindenhol jön le, és nagyon-nagyon csúnya tőle a smink is. Hogyha simán csak az arcápolási rutinotokat csináljátok meg, azzal is tud probléma lenni, úgyhogy nem ajánlom. Lássuk a következőt. Na, mi legyen a következő? Jöjjön még egy negatív. La Roche-Posay másik fajta Anteliosa. Anti-shine, dry touch finish mattifying effect. Ugyanazok a számok vannak rajta, mint ezen. Mikor megvágom a videót, akkor fogok nektek nézni különbséget, hogy mi lehet különbség a két csomagolás közt. Nem emlékszem összetevőkre, nem is nagyon szeretnék belemenni most, de ez a csomagolás katasztrófa. Biztos, hogy most nem úgy lesz, csak hogy ne legyen igazam, de egyszerűen nem működik. Villám gyorsan 50 plusz, UVA, UVB totál, mint a másik. Azt írja, hogy illatanyagmentes, és akkor lássuk, hogy működik-e vagy sem. Nyilván most jön belőle, tehát mondtam, hogy nem fogja alátámasztani, amit mondtam, de a lényeg az, hogy egyik nap működik, aztán a következő egy hétben gondol egyet, és nem lehet belőle kipumpálni semmit. Tehát hiába ülsz ott, és nyomkodod nem tudom én mennyi időn keresztül, képtelenség kiszedni belőle valamit,
letekerni, csak úgy nem lehet a tetejét, úgyhogy ahhoz le kellene feszíteni. Macera. Bár azt hozzátenném, hogy valószínű, hogy az összes ilyen tubussal probléma van, mert a CeraVe hidratálóm is ugyanezt csinálja, tehát ez nem a La Roche-Posay hibája, vagy nem ellenük beszélve mondom, de ezek a fajta undorító. Tehát nézzünk még egyet, hogy lássátok. Folyékonyabb krém, de krém. Határozottam. Nem színezett, és nagyon-nagyon lightos naptej illata van. És csak a biztonság kedvéért, hogy tudjátok, hogy nem vagyok totál hülye, van itt egy olyan instrukció, hogy szükség esetén nyomjam a tubust, és úgy pumpáljak, úgyse szokott működni. Tehát lehet, hogy én vagyok olyan gyökér, hogy kifogom az összes olyat, ami nem működik, de úgyse szokott működni. Tekintve, hogy ez egy sokkal sűrűbb krém, szerettem volna kinyomni belőle, és... és látjátok, hogy... működik is, meg nem is. Javítom magam, ha nem, de úgy emlékszem, hogy ez egy hibrid fényvédő, ami azt jelenti, hogy kémiai és fizikai filter is van benne, amivel nincsen probléma, viszont látjátok, hogy akár mennyire is dolgozom el, ennél jobban nem tudom. Egy nagyon kicsi fehér fátylat hagy az egész bőrömön. Ami sminkel nem rossz, tehát smink alatt senkit nem érdekel, hogyha egy kicsit fehér marad a bőröd, vagy egy kicsit kivilágosítja nekünk. Viszont hogyha valakinek sötétebb a bőre, akkor smink nélkül, és lehet, hogy sminkel is, totál használhatatlan, mert úgy fogtok kinézni vele, mint egy, nem tudom, szürke szellem. Majd mindjárt meglátjátok, hogy nem vészes, de határozottan látszik. Ezen kívül egyébként nagyon szépen szívódik be, körülbelül ennek is 5-10 percre van szüksége, és totál érezhetetlen a bőrön. Egy nagyon szép természetes fénye van az arcomnak tőle, hogyha normálisan lehetne pumpálni, és nem lenne ennyire hófehér, akkor hibátlan lenne. Lássuk a következőt! Nagyon nagy kedvencem, Garnier Sensitive Expert Plus. Ha jól látom, akkor hialuronsavval, és ez egy UV folyadék, UVA, UVB 50+. Németesek segítsenek ki. De a lényeg az, hogy ez elvileg érzékeny bőrre van, és ez egy UV folyadék, amit smink alá néha, inkább úgy mondom, hogy néha smink alá sokkal jobban szeretek, mint egy sűrű, vastag krémet. Így néz ki. Minimális illat. Nagyon-nagyon minimális, viszont ennek is alkoholos érzete van, annak ellenére egyébként, hogy érzékeny bőrre való. Amikor így összekened a kezed közt, nagyon lehet érezni, de ennek ellenére egyébként nagyon szeretem. I love it! Semmi szint nem hagy hátra, de semmit. 5 perc után teljesen beszívódik, és mégis egy nagyon hidratált, kellemes érzést hagy maga után a bőrödön. Nagyon jó rá sminkelni, jól bírja nagyon a krémek rétegezését, 15 lépéses reggeli arcápolási rutinod is lehet, és azt is kibírja, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem. És nem mondtam, azt hiszem, hogy egyiknél sem, mert szerintem egyikhez se tudom azt mondani, hogy kifejezetten kipattogok tőle. Ez volt az egyetlen, aminél észrevettem, de nem durván annál se. A többinél viszont egyáltalán, úgyhogy nagy pipa. Biglalkut. Nyilván sikerült úgy megmosni az arcom, hogy a szemembe is menjen valami, hogy király. Na lássuk! Akkor jöjjön most egy... ez egy amerikai rendelés volt, Neutrogena Sheer Sink Face.
Ez egy teljes mértékben fizikai fényvédő, ahogy a nevéből is jön címkel. 50-es a faktorszáma, 100%-ban fizikai, hipoallergén és olajfri, vízálló 80 percig. Nem lehet Neutrogénának naptejeit kapni itthon, viszont annyian áradoztak róla, hogy mindenképpen ki akartam próbálni. Na most mutatom. Megmutattam közelről, így néz ki. Mutatom kicsibe, hogy ne tudjátok azt mondani, hogy azért, mert sokat tettem. Ha megnézitek, ilyen kicsitől is milyen hófehér lett az arcom. Nagyon durva white kesztye van, semmiképpen ne rendelje meg, akinek egy picit is barnább a bőre. Na most ez az a mennyiség, amit legalább használni kellene, de ha kérdéses, hogy elég-e, akkor inkább használjatok többet. Fel fogom gyorsítani a folyamatot, és nézzétek meg, hogy működik. Így néz ki első lépésben eldolgozva, ami éppen tényleg csak annyi, hogy mindenhova felvittem és kikenegettem. Ha most valaki azt mondaná nekem, hogy nem melegítettem fel eléggé, próbáljam meg dörzsölgetni, és nem tudom én micsoda. Oké, értem. Egy az, hogy kenem el egyik helyről a másikra, tehát nem befele szívódik, hanem csúszik ide-oda. A másik pedig, hogy olyan sűrű, hogy úgy érzem, nézzétek meg, hogy mutassam, hogy lássátok, húzom az arcomat teljesen feleslegesen, mert most megmutatom nyilván, de nem szívódik be egyáltalán, és feleslegesen nyújtom ide-oda. Öt perc. Megállás nélkül. 5 perc. Come on. Értem, hogy cink, és izé, és fizikai, meg minden, de könyörgöm. Ez nagyon durva. Olyankor szoktam használni, hogy azért ne legyen teljesen kidobott pénz, és nem tudom, romoljon meg a fiókomba. Amikor csak itthon vagyok, vagy tényleg is stúdióval, senki nem lát. Bence egyszer kiröhög, azt kibírom. És ennyi, tehát, hogy szörnyű. Nagyon-nagyon rossz. Egyébként határozottan egy testesebb krém azután is, hogy beszívódik, mára mennyire beszívódik. Egy idő után azért valamit szívódik, nem teljesen ül a bőrfelszínedem. Látjátok, hogy nem csúszkál ide-oda, de azért azt is lehet látni, hogy testes. Úgyhogy ez a hatalmas csalódásom ezzel a Neutrogénával. Rá lehet sminkelni, de nem szép egyébként. Tehát ez már az a kategória, ami nem néz ki jól, hogyha rá sminkelsz. A hajvonalatban is ott marad a fehér, ha megnézitek, itt látszik. A szemöldöködben is ott marad. Nagyon nem. Meg egyébként olyan fiszketős is tőle az egész arcom. Úgy érzem, hogy folyamatosan beleragad valami, és mindenhol szöszök vannak, és nem. Nagyon szerettem volna szeretni, mindent megpróbáltam, tényleg, viccen kívül, de nézzetek rám. Következő áldozatunk sem sokkal jobb az előzőnél. Garnier Baby in the Shade Sensitive Advanced Ultrasoft Very High Protection Cream Suitable for Babies from 6 months old. Könnyezek, come on! 50-es SPF Very High Protection UVA, UVB, Long UVA-val. Nem tudom, hogy mire kellett volna számítanom.
amikor ezt megvettem, gyerekeknek van, de nem gondoltam, hogy attól, mert gyerekeknek van, kötelező ennyire fehérnek lennie. És egyébként hozzátenném, hogy azért vettem ezt, mert elég érzékeny a szemem, és ha van olyan opció, hogy az érzékeny bőrre valót vegyem, akkor azt veszem, mert általában az a szememnek is jobb, és a legkisebb esély sincs meg arra, hogy totálisan könnyekbe törjek ki egy használattól. Így néz ki. Nem vagytok rá felkészülve. Nagyon-nagyon szép krém. Látjátok, hogy van tartása, de egy kicsit mégis olyan kis, nem tudom, nagyon-nagyon kellemes. Elképesztően tetszett az állaga, amikor először kipróbáltam, mert hogy kibontottam és kinyomtam az ujjamra. De itt elkezdtem aggódni, hogy ugye nem. Ugye nem. Picit ennek is alkoholos illata van, de azon kívül szerintem illatmentes. Nem tudom, hogy szükséges előre mondanom, utólag úgy is rá fogtok jönni. Ez is egy olyan, amit nem használok. And the flyest on the mic device, I'm like Poltergeist, and I say it twice if I need to do it, 'cause your energy is gonna get me through it day and night, night and day. This is what I... Lehet látni, hogy hova nem tettem még? És még mindig nem kentem el mindet. Jelzem, nem is fogom elkenni mindet, mert így is szörnyű. Ha valakinek bármi hozzáfűzni valója, rendes mehetnék hófehérke válogatásra ezzel a naptejjel. És el van kell, tehát ennél jobban, így igazából már csak szedem le. Nem tudom ennél jobban beitatni. Hiába várok vele. Akkor is max, hogyha tapogatom az arcom, akkor elkezd felszívódni, vagy hát eltűnni. De az arcomba be nem szívódik. Nem tudom, lehet, hogy én vagyok hülye, és ha babáknak való naptejről van szó, akkor ez valami kritérium, hogy hófehérnek kell lennie. Ha igen, akkor sorry, nem tudtam. Viszont ha nem, akkor meg miért? Ez is a konkrétan használhatatlan kategóriába esik. Otthon. Ha éppen úgy van. Nem nagyon szeretném tovább értékelni, mert szerintem nektek is már van róla a véleményetek, úgyhogy... Jéj! Utolsó következik. Amíg megszárad az arcom, addig elmondom nektek, hogy mi lesz az utolsó napkrémünk, és valószínűnek tartom, hogy a hajamba maradt egy kevés fehér. Először gyorsan elmondok nektek erről pár szót. Ez a ráadásunk, ami a különböző, ugyanis ez egy fixáló spré. 30-as faktor, a márkája Kula Makeup Setting Sunscreen Spray, imádom. Ugyanúgy 80 percig vízálló, és ezt akkor szoktam használni, amikor ki vagyok sminkelve, természetesen a reggeli naptejem az rajtam van, viszont 2 óránként ugye újra kellene kenni, és nem vagyok azon a szinten barátságilag egyik naptejemmel se, hogy a kész sminkemre bárhogy fel tudjam vinni. Úgyhogy annyit kell erről tudni, hogy nagyon alkoholos, viszont azon kívül állati király. Mutatom, hogy hogy néz ki. Van 2 kis ilyen cucc golyóka benne. Látjátok, hogy miért fúj?
szerintem így láttátok, nagyon alkoholos, villámgyorsan elpárolog, és egy nagyon-nagyon szép fixálást ad egyébként az arcnak, és utó illatilag nem nagyon van illata. Nagyon szeretem, vegán a termék, cruelty free. Ha valaki gondolkozik rajta, hogy hogy tudná újra applikálni a naptejet úgy, hogy smink van rajta, akkor ez egy olyan termék, amit határozottan csak ajánlani tudok, nem rontja el a sminkedet, nagyon szépen mondom, fel tudod fújni. Az egyetlen dolog, hogy nagy levegőt kell venni előtte, becsukni a szemed, gyorsan elpárologtatni az alkoholt, és kész is vagy. És akkor most jöjjön az utolsó, ami a Dr. Kellen Sun napkrém 50 plusz E-vitaminnal érzékeny bőrre vízálló UVA-B 0% tartósítószer vagy színezőanyag, vízlepergető. Elmondanám nektek, hogy két opció volt érzékeny bőrre, volt a gyerek és volt ez. Ez pontosan ennyibe került, de azt hiszem, hogy 1500-2500, valami ilyesmi, és tudom, hogy a gyerek verziója az 1000-1500 forinttal drágább volt. Végignéztem az összes összetevőt, 1:1 ugyanaz. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezt veszem, és nem tudom, hogy jól döntöttem-e, ugyanis amellett, hogy imádom, és amikor nagyon ragyogó, kicsit gyúj hatású sminket szeretnék csinálni, akkor ez az első választásom. Elképesztően csípi a szemem. Olyan szinten csípi a szemem, hogy ezzel nem is tudom bekenni se a szemhéjamat, se a szemem alatt, illetve itt a saroknál. Nagyon-nagyon óvatosan kell. Körülbelül így ennyire ki is szoktam hagyni, mert elképesztően csípi a szemem. Kíváncsi vagyok, hogy a gyerek verziója is csinálja-e ezt, vagy nem. De az biztos, hogy ez az egy, ami miatt nem mondom rá, hogy a kedvencem. Mutatom, ráadásul egyébként ez egy 100 ml csomag, tehát rengeteg van benne. Látjátok, hogy mennyire sűrű. Biztos láttátok már TikTokon azt a nőt, aki valami elmondhatatlanul sok naptejet ken az arcára. A hajába, a nyakláncára, a mindenére, a ruhájára, ki nem állhatom egyébként azt a részt, viszont nem valami sokáig dolgozgatja bele az arcába, és valahogy egy ötször ennyi mennyiséget be tud dolgozni az arcába. Egy kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, el kell vele szöszölni, amíg rendesen felszívódik, és akkor is nagyon-nagyon csillogó, fényes felületet hagy maga után. Nagyon sokan azt fogják mondani biztos, hogy zsíros és undorító és nem tudom én mi. Én mostanában szeretem, hogyha olyan az arcom, nagyon szeretek arra sminkelni, amikor egy ilyen felületre teszek fel egy totál matfedésű alapozót, akkor nagyon szépen kiegyenlítik egymást, és nem lesz túl matt, de se lesz túl csillogós, és egyébként idővel egy kicsit lejjebb is megy, úgyhogy hátradobom gyorsan a hajam, és megmutatom nektek, hogy mit tud. És egyébként egy kicsit illatosított is. Sőt, annyira nem is kicsit. Ezt rendesen felkenem mindenhova. Ugyanis ezt már nem is fogom leszedni. És csak hogy megmutassam, hogyha tényleg olyan egy naptej, ami nem hagy white castet, bármilyen, bármit a bőrötök felszínén, akkor teljesen mindegy, hogy mennyit raktok. Még egyszer annyit felrakok, mint amennyit először. Oké, így néz ki a dupla adag Dr. Kellenes naptej az arcomon, és ahogy mondtam már nektek, egy problémám van vele igazából, hogy baromira csípi a szemem, ha véletlen úgy sikerül bekenni, de jelenleg ez a kettő kedvencem. Egy utolsó említést szeretnék tenni nektek, amit ugye mondtam, hogy nincsen nálam, ez a Drunk Elephant-nak a
Umbra tintje, 30-as. Egyetlen egy problémám, nem, két problémám van vele. Ha csak így felkenem, akkor imádom, tökéletes. Viszont egyébként is egy kicsit pirosas, rózsaszínesebb az undertone-ja, mint ahogy nekem jó lenne. Nekem inkább egy kicsit sárgásabb bőröm van, undertone-ilag. Az is színezett naptej, és nagyon szeretném, viszont a színe az nagyon nem. A másik pedig, hogy elképesztően nehéz krémet találni hozzá, amitől nem kezd el leperegni, és ha megtaláltam a krémet, még akkor sem biztos, hogy minden alapozóval jól fog működni. Most azt kell, hogy mondjam, hogy a 3S cuccokkal nagyon jól működik, úgyhogy azzal tudom használni, smink alá nagyon szeretem. Textúrailag is nagyon szeretem, felvitelileg is nagyon szeretem. Az ára az egy kicsit húzós, de természetesen ez azért egy nevesebb márka, meg Amerikából valahogy haza kell idehozni, úgyhogy mindenképpen drágább lesz, mint egy Garnier, amit meg tudtok venni a drogériában, de ettől függetlenül amúgy jó. De az, hogy ennyire drága legyen ahhoz, hogy ilyen nehezen tudjatok bármit találni hozzá, amivel tudtok rendesen számolni és tervezni, az szerintem nagyon-nagyon nem oké, úgyhogy azt egy ilyen erős közepesre sorolnám be. De ti úgy is láttátok a felvételen, hogy miről beszélek. Úgyhogy egy utolsó pillantást a Dr. Kellenes naptejről, ez a végeredmény kicsit több mint 5 perc után. Megvan a fénye, de szerintem egyáltalán nem durva, nem olyan, mint amikor felvittem, fantasztikusan lehet rá sminkelni. Úgyhogy ha nem csípné a szemem, akkor határozottan kijelenteném, hogy ez a kedvencem. Ha bármi véleményetek van ezekről a naptejekről, amiket én használtam, akkor azt írjátok le nekem a komment részlegbe. Kíváncsi vagyok rá, hogy ti választottátok-e ezeket a naptejeket, és nektek hogy jött be, vagy ha bármi esetleg ajánlásotok van a ti kedvenc naptejetek, azt is írjátok le, és ha valamit szeretnétek tőlem látni, amit tesztelek, azt is írjátok le nyugodtan a komment részlegbe. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!